Nagyon friss. Nagyon friss. Még a lefekvésem előtti hír. Éppen, hogy megpillantottam, és már tudtam, hogy ma ezt kell nyomni. Ez pedig nem más, mint a Vampire Survivors. És a friss hír pedig az, hogy jön a 0.6.0-es patch 23-a környékén. És ez Discordon lett bejelentve. Megpróbálom nektek ezt így nagyban megnyitni, hogy jól lássátok a történetet. 5, azaz 5-ös darab új achievement jön. Ez azt jelenti, hogy jön egy bonus stage, egy új relik, 2 kisebb gameplay mechanikával, egy új relik, amivel hozzá lehet férni 2 kisebb gameplay mechanikához, 2 újabb arcana, és hát plusz egy rank a skip power-uphoz. Úgyhogy látjátok, hogy ez alapvetően nem sok dolog, ez nem annyi content, mint amennyi így szokott jönni patchenként, de megértitek majd, hogy ez miért van, illetve hát nem lehet minden patch olyan content dús, mint amilyen szokott lenni általában. Jöttek változtatások is, mint például sokkal gyorsabban föl lehet húzni ezt a 2 új fegyvert, azt a fúró fejet, vagy micsodát, meg annak az evolve-ját. Igen, amúgy ez is egy nagyon fontos információ szemez, nem tudom, hogy láttátok-e, amit Twitterre kitettem. Itt most a Twitterre kitevés alatt azt értem, hogy elérhető mától a Vampire Survivors. Azt nem tudom, hogy már most is, vagy csak majd este, de 19-ét mondtak a Vampire Survivors-hoz, hogy játszható a Game Pass-ben. Tehát, hogy ha valakinek van Game Pass-e, akkor még csak 3 dollárt vagy eurót se kell áldozni a játékra, ami egyébként Steam-en elérhető. Úgyhogy igen, ez is egy nagyon fontos információ. Szemánsz, valóban? Valóban. Itt van még az is, hogy a charge, minél tovább charge-oljuk, annál durvább lesz a sebzés ennek az új fegyvernek, illetve annak az evolve-jának. Az új fegyver egyébként nem új fegyver, ami ebben a patchbe jött, hanem az előző patchbe, az előző karakterrel. Aztán a Heart of Fire-ös, azaz a tűztartós, Fire Wand-os és az annak az evolve-jához tartozó arcana, a robbantós, ha jól emlékszem, azt hiszem az a Heart of Fire, az most már hatással van erre a valkűrös cuccra, a valkűrös cucc pedig a Charge-oltnak a fejlesztése. Yep. Aztán bónuszpont az armorra, tehát hogy minden egyes bónuszpont az armoron növeli azt a, hát ez a retaláró, na hát igen, ez egy bonyolult szó, ez a megtorló, ha jól értem, sebzés, ez azt jelenti, ha jól értem, ha jól veszem ki ebből a mondatból, hogy az armor az gyakorlatilag azt csinálja, hogy minél több van rajtad, annál durvább lesz az ellenségek sebzése visszafelé magukra. Tehát ez gyakorlatilag, ha megüt téged az enemy, annak a sebzésnek egy része visszamegy rá. Ha jól értem. Remélem, hogy jól értem. Ez a mechanika egyébként nem ismeretlen. Ezt a Diablo-ba például a Thornbill-nek hívják. Hát remélem, hogy jól értettem, és nem mondtam ezzel nagy hülyeséget. Ez a Music and Music Modes megnézhető, előnézhető a Stage Selection screenen, hát ez így nem tudom, hogy most ez így mit jelent, hát a zenét eddig is meg lehetett nézni. Vagy nem lehetett megnézni? Hát lehet, hogy nem. Ja. Most már meg lehet nézni, hogy melyik zene melyik, amikor választjuk. Valamiért azért lett nekem, hogy ezt eddig is meg lehetett nézni, de hát
Valószínűleg azért, mert olyan gyorsan indítottam el a ránt, hogy igazából már az szólt, amit én kiválasztottam, meg tudtam, hogy mi az, amit ki akarok választani. A Pentát hogy kell kifejleszteni? Hát Penta meg a korona. De amúgy erre vannak ilyen kis cheat sheet-ek, ahol meg lehet nézni, hogy melyik evolve-nak mi, melyik fegyvernek hogy kell összehozni az evolve-ot. Ja, ilyen reflect damage, ha jól értem. Úgyhogy ez izgalmas lehet az armornál. Talán így az armor hasznosabb lehet majd ezzel a patch-sel, mert gyakorlatilag az armor csak annyit csinált, hogy nem fáj annyira a sebzés. De hát ez nem egy nagy dolog. Ez olyan, mint a movement speed növelés, gyorsabban tudsz menni, de hogy így nem leszel erősebb. Ezzel meg, hogy az armor visszasebez az enemire, ettől talán az armor hasznosabb lesz egy kicsit. Oké, és szóval, igen, Mac és Steam Cloud-os problémáik voltak. Itt írja, hogy sajnálja, hogy kevés content jött a 0.6-tal, de olyat terveznek, hogy az egyik új mechanika, ami jön, az azoknak készül, akik csak szimplán élvezik a játékot, még akkor is, hogyha már nincs mit feloldaniuk. Szóval nem kell azt éreznetek, hogy ennél az új mechanikánál valószínűleg nem kell azt éreznetek, hogy most feltétlenül ki kell grindolnotok az új bónuszokat. Úgyhogy hát kíváncsi vagyok, hogy ez alatt mit ért, hogy milyen lesz ez az új mechanika, hogy mi az, amit hoznak azoknak, akik olyanok, mint például én, hogy már így minden megvan a játékban, ami csak lehet. Oké. És hát gyakorlatilag ennyi. Valószínűleg majd változtatnak az alapkaraktereken is, hogy ne legyenek balanzdok, vagy éppen unbalanzdok. Nem nagy dolog, nem sok dolog, és látszólag nem nagy dolgok történtek itt a 0.6.0-ba, ezért is gondoltam arra, meg mondtam is nektek legutóbb, hogy majd lesz egy stream, amikor megszerezzük a Missing NO-t. Itt van egyébként, hogy hogyan kell megszerezni, most pedig így mutatom nektek. Itt van, így van. A Missing NO az a karakter, amit a 0.3.2-es patch előtt meg lehetett szerezni, amikor megöltétek a halált. Megnéztem egyébként, hogy nem is Death Spiral-el és nem is Axe-al kezd, hanem Lightning Ring-el, ha jól figyeltem. De ebben nem vagyok biztos, mert ezek a dolgok itt, ezek itt változtak. Azt írja, hogy valamelyikkel kezdett, tehát vagy Axe-al kezd, vagy Death Spiral-el. Érdekes. De én meg Lightning Ring-et láttam a karakter választóban. Kiderül majd, hogy hálókoljuk, hogy mi van. Szóval ez a karakter, mondom, a 0.3.2 előtt a halál megölésével volt állokkolható, viszont változtattak rajta, és kiszedték a játékból úgy, hogy most már csak a save file editálásával érhető el. Tehát, hogyha megnézitek, én most elindítom a Vampire Survivors-t, láthatjátok majd, hogy nekem nincs itt ez a karakter. És azt is látni fogjátok, hogy most fogjuk megszerezni. Tehát látjátok, most nincs itt. Csak azért, hogy elhiggyétek, hogy ez tényleg megtörténik, és tényleg így kell csinálni, ahogy mutatom. Korábban ilyen abdata, roaming fájlokba kellett nyúlkálni, most már sokkal egyszerűbb a dolog. Itt egyébként írja, hogy mit kell csinálni, és hogyan kell csinálni. Ezt nyilván használni fogjuk, de én talán tudok mutatni nektek egy egyszerűbb módszert. Méghozzá úgy, hogy ide jöttök, hogy Vampire Survivors, tulajdonságokat megnyitjátok, helyi fájlok, és itt van egy böngészés. Így megnyílik egy ablak, ami az intézőt nyitja meg, és innen kell nekünk, itt most már lehet puskázni, innen kell nekünk a Resources mappa, az app, a webpacken belül a
a render, és ott van a last run backup.shav. Én ezt lementettem, tehát hogy nehogy véletlenül elszúrjam a dolgokat, meg szerintem én ezt a Missing Eno karaktert, ezt így nem is akarom megtartani, úgyhogy én majd vissza fogok állni erre az ezelőtti mentésemre, mert ha ezt behozzák majd úgy, hogy lesz hozzá egy normális megszerzési lehetőség, akkor ne legyen már meg nekem úgy, hogy én gyakorlatilag átírtam egy fájlt, és ez volt a megszerzésem. Szóval, ha ti ezt akarjátok, megszerezhetitek így, én úgy voltam ezzel, hogy ez egy nagy csalás, de a módszert megmutatom nektek, hogy hogy kell. Igen, további lehetőségek. Én itt a Notepad++ fogom használni, mert ez úgy érzem magam vele, mint egy hacker. Itt most meg kell keresnünk azt, amiről beszélnek, hogy about karakter, tehát amit megvásároltunk. Ide beírjuk a keresőbe, ütünk egy entert, és itt a sor, hogy paszkulina, bla 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 bla. Itt megyünk végig, én a Ctrl jobb nyilat fogom használni, és akkor ott megyünk végig. Hát igen, nekem az összes karakter megvan, úgyhogy itt van a vége a zárójának. A szögletes zárójának, látjátok, piros, ott kezdődik, és ott ér véget, úgyhogy ide írunk egy vesszőt, és beírjuk azt, amit kért tőlünk egyébként itt a guide is, hogy finó. Tehát vesző, idézőjel, finó, idézőjel, bezár. Oké. Okay. A másik, amire rá kell keresni, a feloldott karakter. Ezt is így beírjuk a keresőbe. Súgy! Ide rámegyünk a szögletes zárójára, látjuk, hogy ott a vége. Vesző, idézőjel, finó, idézőjel. Jó. És akkor most le kell menni a legaljára. És itt van ez a checksum, ami gyakorlatilag a teljes mentésünknek az egyedi kódja. Itt ezt most kijelöljük, Ctrl-A, vagy biztos van, itt van Select All, rátok bízom, és itt a Toolsból SHA256 kódot gyártunk a vágólapról, ezt ugye ki kell másolnunk, tehát Ctrl-A, Ctrl-C, vagy Editnél a Select All, vagy a Copy, rátok bízom, és itt rányomtok erre a gombra, hogy generáljon nektek kódot, oda a két idézőjel közé kattintotok, és nyomtok egy Ctrl-V-t, és már meg is van a kód, az ellenőrző kódja ennek a fájlnak. Ezt meg lehet csinálni egyébként másképp, hogyha nem akartok Notepad++-t használni, ugyanúgy vannak ilyen SHA256 generáló oldalak, programok, ezt rátok bízom, szerintem ez a legegyszerűbb módja ennek az egésznek. És látjátok, ennyi. Elmentettük. Ezt lehet egyébként automatizálni is, hogyha valaki éppen PowerShell-es kóddal akarja megoldani ezt az egészet. Nekem ez így bőven megfelelt, mert mondom, szerintem, még egyszer mondom, ez a legegyszerűbb módja ennek az egésznek. Úgyhogy én most elindítom a Vampire Survivors-t, ne ijedjetek meg, hogyha itt rányomtak, és azt látjátok, hogy nincs itt. Mert most azt fogjuk csinálni, hogy Options, adat helyreállítás, megerősítem az utolsó ránunkból, igen, újra tölt a játék, és most már itt van. Amúgy tényleg a kasza, viszont ott a Lighting Ring van a képen. Érdekes. Látjátok, itt van, ő a Missing Enno, megvan az új karakterünk, és ez volt a módja a megszerzésének. Nem is olyan nehéz. Viszont, mit mondtam, én ezt nem fogom megtartani, mert mi van, hogyha behozzák valami normális megszerzési módját, akkor nekem most ez meg lesz. Hát nem tudom. Jó lenne egy nyilatkozatot látni a fejlesztőtől, vagy nem is nyilatkozatot, csak valami megnyilvánulást, hogy mégis mi a terve ezzel a Missing Enno-val. Hogyha az a terve, hogy ezt így file módosítása lehet megszerezni, akkor azt mondom, hogy oké, okay, akkor legyen meg ez nekünk így, de hogyha valami specifikációhoz akarja kötni, mit tudom én,
40 izé, gyertyat tartót kell összetörni, miközben rajtam van két madár, és közben hagymát viselek, és éppen biblia pörök körülöttem, ez a megszerzési módja, akkor hát na, én inkább úgy szerezném meg, mint ilyen egyszerűen, mert ez egy kicsi csalás, szerintem ti is érzitek. Jó. Hát az Exodus-t azt megszereztem, mert mondtátok, hogy írjak be egy kódot. Írjak be egy kódot a menübe, és meglett. Tehát, hogy az Exodus is egy kicsit csalva lett meg, de meglett. Azért a legtöbb karaktert normálisan szereztük meg. Úgyhogy, hát mennyi volt igazából ez a Missing and No megszerzése? Arra gondoltam, hogy megyünk egy kört vele, hogy megnézzük, hogy milyen. És közben megköszönöm tőletek a támogatásokat, méghozzá. Köszi szépen Renta Sama a 100-ast, illetve 200-as sírt, valamint azt mondom, hogy neked is nagyon szépen köszönöm a Korgis 100-as síredet. És van itt közben nekünk Geri az 5 hónap töretlen támogatásával. Köszi szépen a támogatásodat, srácok, eregjenek a szövegek. A fehér Notepad Plus az nem olyan hackeres? Na bakker. Hát akkor így nem is vagyok hihető, mi lovacska? De az Exodus kötelező a Toastyhoz, amíg nem írod be a kódot, nem is adja meg a zöld halált se. Hoppá! Mik vannak? Ezt nem is tudtam. Tomi, köszi szépen ezt az infót. Szia, Barbie! FBI, open up! Jaj. Amúgy itt egy videó, hogy hogy lehet megszerezni a Missing and Not csalás nélkül. Jaj, és kaptunk egy reklámot. Február 12-i, hát akkor ez nem mai videó, szóval itt elmondtam az elején, hogy a 0.3.2-es patch óta nem lehet megszerezni a Missing and No, csak akkor, hogyha save file-t szerkesztesz. A 0.3.2 előtt pedig a halál megölésével lehetett megszerezni. Ennyi. Jó, hát akkor mehet a Missing and No. És egér billentyűzettel játszunk. Menjen a library. Arcanákkal és Hyper móddal, meg ezzel a nagyon menő muzsikával. Pedgy 18. Ja, oké, nem értettem hackerül. Ja, igazából csak... Akkor elmondom, nem hackerül. Jött egy patch, és azóta nem lehet megszerezni a Missing and Not, csak hogyha így hackelsz. Na, tehát neki kaszája van, úgyhogy hozzuk ezt a kaszásat. Itt van valahol. Pattogó kaszás. Tehát... Nem is néztem a statokat. Ennek nincs movement speedje. Azt hiszem. Márpedig ez most egy rán lesz ezzel a karakterrel. Jó. Hát a cross jöhet igazából. Jó. Ez jó. Igen, úgy érzem, hogy a pentagramra szükségünk lesz. Jó, hát figyeljetek. Igazából állunk egy helyben, nagy baj nem történt, azt majd egyszer elindulunk, amikor már sok XP-t szerzünk. Mit szóltak? Azt mondom, a gyalog egyébként, hogy ezzel a karakterrel szerintem könnyebb megszerezni a halált, nem? A halált magát. Biztos, hogy jó játékkal játszol, az izsákban vannak ilyen repülők, aztán itt is vannak. Ide kéne a mozgásgyorsító. Ki
99% a modern szint? Hát szívás. Hogy fog sok XP-t szerezni? Úgy fogok sok XP-t szerezni, hogy felveszük az egyetlen piros XP-gemet. Elszaladok, megépítek egy házat, mire megleszel a hármas, itt leszek. Srácok, sima lesz, sima lesz. Hát, ide lehet, be kellett volna nyomni a hipermódot. Boss még nem halt. De amikor megjelenik a halál, hogy szedett fel gyorsan a cuccokat? Ja, csak felveszem a piros XP-t. A piros XP-be pedig lesz annyi, hogy megadja bőven a szinteket. Mert a piros XP gembe gyűlik az összes XP, amit nem szedünk föl, és nem spónol le a képernyőre. Itt most lesz valahol egy piros XP gem, amiben brutálisan sok XP lesz. A ládikót is behúzza? Nem. A ládikót semmi nem húzza be. Igazából tényleg az utolsó másodpercben, amire szükségünk van, az az, hogy időbe vegyük fel a piros XP-gemet, mert az adja meg nekünk az összes szintet. Az adja meg az összes szintet, amit nem spónolt le a képernyőre. Nem tudom, hogy mennyi rúnát spónolhat le egyébként, de van egy határ, van egy limit, és annál több nem jelenik meg a képernyőn. És az bekerül a piros XP-gembe. Ezért van az, amit én nagyon-nagyon sokáig nem értettem, és ti sem, ahogy észrevettem, hogy miért van az, hogy egyszer egy piros gem alig ad XP-t, egyszer pedig iszonyatosan sokat. Gredaki Tomi azt írja, hogy 400 gemet spónolhat le. Ó, oh, ez amúgy soknak tűnik. Mármint, hogy így, én így látásra, csak így a százat hiszem el. Mármint, hogy így nem látok olyan sok gemet a földön. Egy boss egyébként már meghalt. Nem tudnak bejutni a képernyőre. Annyira durva. Szia, megkérdezhetem, hogy mi történik? Állunk egy helyben, a Missing Endo nevezetű karakterrel, felvettük a kezdő XP-nket, kivettük a cross-t, és most így halnak az elemik. Na, ez egy idézet Gredaki Tomitól, hogy tényleg 400 XP-gem jelenik meg a földön, és akkor azután kezdődik meg az, hogy megjelenik egy piros XP-gem, és az tartalmazza az összes továbbit. Oké, okay, akkor jó. Akkor ennek az idézetnek a végét ezt jól tudtam, az elejében nem voltam biztos, hogy az tényleg 400. Szia, Ledertenor! Üdv mindenkinek, srácok! Hát, mit lehet erre mondani, srácok? Izgi? Még egy boss meghalt. Csak én nem láttam még ennemit a képernyőn. Néha megjelennek a szélén, de aztán el is tűnnek. Hát ez a karakter talán azoknak való, akik... nem tudom. Nem tudom. Tényleg nem tudom. Nem tudom, mennyi goldot lehet vele összeszedni. De amúgy a coin farmolás jutott nekem is eszembe, tikul. Hát ja, pénzfarm, csak látjátok, nulla coinom van jelenleg. Szóval nem tudom, hogy lesz még coinom. De talán azon a... utolsó pályán, vagy utolsó előtét pályán, ahol nem mozognak az elemik, onnan lehet pénzt szerezni. Bár ott is mozogni kell. De ha szép pályán szerkeszted, akkor a gold se nagy ügy, ha már úgyis ott vagy. De az halás, lovacska! Amúgy ja. De sebessége nem nő szintlépésen, mint ahogy a Clericsinek csökken a terület az elején, csak itt fordítva.
Hát mindjárt megnézem, mit írnak itt ezzel kapcsolatban a wiki oldalon. Ó. Oh. Megszülethet a Missing Anno úgy, hogyha a max HP-ja mínusz, akkor sérthetetlen. Jó, nekünk 47. Ha mínusz 100 alatt van a movement speed, akkor az irányítás felcserélődik. Tehát, hogyha nyomom a balrát, akkor jobbra megy. Akár mínusz 200 is lehet a movement speedje. A recovery-je pedig lehet mínusz 0,5. Tehát, hogy ennek a karakternek teljesen randomak a statjai. Tehát mínusz 3-tól 97-ig lehet a HP-ja. Mínusz 0,5-től plusz 1-ig lehet a recovery-je. Az armorja lehet plusz 2. A movement speedje maradhat az alap, illetve lehet mínusz 200. A mátja is. Tehát, hogy ennek a karakternek a statjai tök randomok. Na nekem itt az area az, ami nagyon durván megnőtt 182-re, de... Az amount is plusz 2, vagy 0. Revive is lehet, tehát revive-val is kezdhet. Aha, értem. Tehát, hogy itt ennél a karakternél teljesen randomok a statok, tehát, hogy nem fix statokkal rendelkezik. Ez nagyon durva. Ha például eléred a mínusz 100-as lákot, akkor egyáltalán nem fog esni láda. És hogyha eléred a mínusz 100-as körst, akkor nem fog megjelenni enemy egyáltalán. Mínusz 61-nél járunk a körzzel, tehát hogy annyi enemy se spónol nekünk, mint egyébként kellene. Amúgy olyan karakter érdekes lenne, aki minden rámban más-más random shotok lennének, és nem tud előre. Igen, ez amúgy olyan. Közben szétesett a karakterünknek a kinézete, mert hogy így már nincsen kaszája, nem tudom, látjátok-e. Ami ott középen áll, már amennyire kivehető. Szia, Raiden! Na, ha a Growth, tehát az XP szerzős statja mínusz 100, akkor a karakter egyáltalán nem tud szintet lépni. A szellemek most már azért megjelennek. Kíváncsi vagyok, hogy ki fog majd ki rajtam. Meg hogy mennyi idő lesz felszedni a piros gemet. Már ha tudjuk, hogy hol van. Most ugye újabb gemek fognak spónolni. Most már több piros gem is lesz. Hát. Az jöhet. Most gyorsabban mozog? Hát 96-os a move speed. Ez a karakter tökéletes, ha még valami mást is akarsz játszani közben.
Jézusom! Ez az! Mindjárt meg lesznek itt a ládák. Az helyzet, nem látom a piros X-végemet, tehát valószínűleg jobbra van. Ott a piros gem, kettő is, megvan. Ez tényleg ilyen lassan mozog, megy. Megy a karakter, csak nagyon lassan. Ott vannak a piros X-végemek. Ó, hogy jöhet a duplikátor? Aha, sikerült felvenni az egyik pirosat. Hát, nem is tudom. Másik piros gem. Spellbinder. Ó. Penta a korona. Igen, penta a korona. Nem, inkább felvettük az empty tome-ot. Na, most jól eltüntettem az XP-t. Meg a ládát. Kipróbáltam ezt a játékot, olyan vörös lett a szemem tőle, soha semmi más játékról nem volt, ilyen pedig nagyon fánnak tűnik. Hmm. Ha most nem szerzünk XP-t a pentára, akkor megszívtuk. Igen. Hogy áll a lábunk? 43%. Azt arad, milyen gyorsan kapcsol a penta. Kár, hogy mire odaérünk valahova, eltünteti a lootot. Ez így, ja, én is azon agyalok, hogy ez így rip. Jó, hát akkor megállunk középen. Akkor nem fejlődünk. Iszonyatosan gyorsan kapcsol a penta. De miért lő jobbra annyit a fegyverből? Jobbra lefele iszonyatosan sokat lő. Ott mi történt? Tehát a penta csak akkor nagyon jó pick, hogyha ki is tudjuk húzni, hogyha van annyi XP a piros gembe. Aha. Szerintem minden irányba annyit lő, csak a limit miatt nem látszódik. Á, aha. Mégis jó, a penta kinyírja az ellenfeleket. Hát ja, csak az más is megteszi. Így viszont XP-hez se jutunk. Azért már egész közel tudnak merészkedni az ellenfelek. Főleg mert olyan, mint hogyha... Nem tudom. Mint hogyha nem is nagyon akarnák eltalálni az enemit. Szia, Siraka! Mit mindenkinek?
Azokban lehet a bizodalmunk, akik elég közel tudnak hozzánk férkőzni. Talán majd az utolsó két Kill Countert nézem? Nézem én. Itt nézek rajta a lovacska. Megy fölfele szépen. De érzése tényleg olyan, mint hogyha el se akarná találni az enemit a cross. Jobb oldalról gyakorlatilag nem is jön enemi. Az megvan? Jó, na hát mire mondtam, addigra jött. Vagy csak... hát nem tudom. Ez ilyen kimegyek a közben a konyhába főzni build? Hát gyakorlatilag olyan, igen. Itt mégis mi folyik? Hát az enemi elfelé. Az enemi elfelé folyik. Valahol megjelent egyébként egy piros gem. Egy nagyon durva piros gem, mert az enemi már alig spawnol kéket. Csak jobbra vagy balra lesz a piros gem. Nem tudni. Valójában most láthatom, milyen eltölt fegyverrel lőni. Hát ott jobbra eléggé durva a dolog. Balra meg mintha egyáltalán nem annyira sebeznénk jól. Ez fura. De látjátok, tényleg nincs mit csinálni. Bárhova megyek, igazából csak elpusztítom az enemit meg a lootot vele együtt. Úgyhogy itt tényleg abba lehet bízni, hogy ha átfordulsz, akkor másképp lőnek a crossok, de hiába fordulok, nem történik semmi. Megfordultam, de semmi. Nem nagyon értek hozzá, de az a mindent eltüntető cucc az hasznos, neked biztos az, ha használod. Hát éppen nem kéne a kék XP-t így tünteted el, és a pirosban lesz benne, amit mondtál, jól értem? Hát nem feltétlenül, Levi, mert ami eltűnik, az megjelenik újra. Tehát ameddig, addig nem kerül a pirosba az XP, ameddig... nincs meg a 400 gem a földön. Egyébként azért lett volna jó ez az eltüntető cucc, mert ennek az evolve-ja az, hogy minden XP-t beszippan. Tehát az iszonyatosan kellett volna ehhez a nagyon nem mobilis buildhez, viszont hát ezt elszúrtuk azzal, hogy nem kellő mennyiségű XP-t szedtünk fel a földről. Úgyhogy ez el lett szúrva. Igazából. Ez a táj. Hát igazából restartolni kéne, ja. De ha már eddig eljutottunk, én nem megyek még egyet ezzel. Max, megnézzük, hogy milyen statok vannak. Hát, hogy... bármilyen ránt próbálunk ezzel a karakterrel menni, igazából ilyen broken lesz.
Tehát, hogy kár mutatni. Láttam, kövékörben gyorsabban mozognak. Arra is van esély egyébként, igen. De ha futsz, nem tudsz kollektálni, amíg nem tölt be. De iszonyatosan gyorsan betölt. Nézzétek meg, 22-kor trigger elődött. Igen, látjátok, hogy mikor trigger elődik a következő. Itt van. Tehát, hogy 14 másodperc alatt trigger elődött a következő penta. Az alatt meg nem teszek meg egy métert se. Megmutathatom nektek. Nem hiszitek el, most megyek, elkezdek menni balra, tessék. Megyünk balra. El se fogunk jutni a könyvekig. És most, hogy megyünk balra, ott a boss, eltűnt a loot. Tehát, hogy érted. Semmi értelme mozogni. Sajnos. A múltkor meg milyen gyors volt a halál, de hát ez nem a halál, srácok. Nem a halállal játszunk. Na bocsi, csak nem látszik a sok szamén. Ez a Missing Anno, most szereztük meg, mert mutattam nektek, hogy hogy lehet megszerezni, meg kibeszéltük, hogy milyen az új patchben. Szóval most végig afkolod 30 percig, vagy jönnek majd olyan erős enemik, amik kinyírnak és go next. Hát gyakorlatilag végig afkoljuk 30 percig. Ennyi. Megnézzük, hogy hogy néz ki ezzel a build-el eljutni 30 percig. Ennyi. A következő pedig olyan lesz, hogy megnézzük, hogy miben lesz más a statja a karakterünknek, ennyi. Igen, igen, ilyen beszélgető stream. Lesz screenshotoltam, hogy mennyi statunk van. És nem változott nagyon semmi. Ezek a piros repülő bogyók viszont jó bugosak. Ja, valószínűleg ezen is van egy limit, hogy mennyi projektális lőhet ki a karakterünk. Szevasz Martin, üdv mindenkinek. Ennek a karakternek akkor változik a statja, amikor belépsz a karakterválasztóba. Ó, oh, aha. Menő. Lehet negatív előjelű a HP, így ha az kipörgetett, hallatatlan. Igen, ezeket nézegettük, hogy miket lehet összehozni a negatív statokkal. Szerinted a sötétben lövöldözős testvére is ennyire be fog futni, mint ez a game? Sötétben lövöldözős testvérem, mire gondolsz? Még 7 perc. 10 minutes still dawn. Arra gondolsz? Hát ez egy Arena Survival játék, igazából ennyi. Nem tudom, hogy be fog-e futni, mint a Vampire Survivors. A Battle Royale-ok közül is például a PUBG volt a legnagyobb. Most már sok van. Tehát, hogy korszakalkotónak a Vampire Survivors marad korszakalkotó. Ahogy a Battle Royale-oknál is a PUBG. Ha befut is, valószínűleg nem hiszem, hogy olyan népszerű lesz,
nem úgy lesz népszerű, mint ez. Ja, aminek mutattam a demoját, ja, az a Ten Minutes Till Dawn, ja. Ja, a Fortisok nagyon jól csinálják a Battle Royale-ságot. Na, a 25. perces boss inasba rakhat minket. Ő a legveszélyesebb ezen a pályán. Halács, nem kell ide jönni, piszkálni. Ajja, én is nyomtam a HZ1-en. Nagyon szinti volt. Na, hol a boss? Ott van balra. Jó. Nem is kezdek el menekülni, mert úgyse tudom lefutni. Jó, meghalt, jól van. A Penta nem öl bosszokat. Mármint, hogy nem öl bizonyos bosszokat. Tehát például az ilyen specifikus 25 perces boss nem öli meg azonnal, ahogy láttátok. Én azért egy kicsit remektem, hogy megöli a karakterünket. Még tényleg a 28 perccel kezdődő nagy wave-ben bízom, hogy talán ott tudunk fölvenni XP-t. A level 1-es Penta ugyanolyan, mint a többi, csak gyorsabb. Tehát, hogy abba változik, hogy ha szintezed, hogy gyorsabban kapcsol, és nem tünteti el annyira az elmit, de a sebzésben ugyanannyi. Tehát, hogy... ja. Tudtam már, persze. Amíg másfél perc a brutál vévig. Ide kell jönniük. Hozzátok az XP-t. Talicskával. Penta jelenleg inkább káros, mint hasznos. Ja, hát ez igen. Igen, tehát ez így van. Sajnos ezt megállapítottuk rá egy fél percre, miután felvettük, csak akkor már késő volt. Sajnos. Ez van. Hát, hogy nem tudnak olyan gyorsan idejönni az MMI. A sok knockback miatt, meg a Penta miatt nem tud idejönni az enemy jelenleg. Én már felvettem a Neon bőrucimat és csapatom az after-es táncot a muzsikára. Na, 28. perc, semmi. Az helyzet, el kell indulni, hogy spónoljon az XP. Ez nagyon durva, ez hogy jött ki? Hát gyakorlatilag elindítottam a ránt, és már meg is született. Hát igen, RIP ládák. Két oldalt rengeteg XP lehet, csak nem tudjuk felvenni. Egyiket sem. Ott vannak a piros gemek. Azokat sem fogjuk tudni felvenni. Ha egyszer a Penta nem viszi el az XP-t, akkor talán szintet tudunk lépni. Ha egyszer nem viszi el.
Piroske meg! Oh! Talán most eljött az időnk? Hát mindjárt kapcsolni fog. Igen. Igen, igen. Kétszer nem szabad elvinni a gemeket. Jó, még egyszer nem szabad elvinni. Hát innentől már a halál fog jönni. Hopp, egy gemet föl is vettem. Igen, egyetlen egy gemet sikerült felvenni. Miért mozogsz ilyen lassan? Azért mert 96-os a movement speed-em. Tehát, hogy ennél gyorsabban nem tudok mozogni. Szevasz, tesó! Rip. Jó. Még egy revive-ot nyomunk. Jó. Jó, és akkor még egy revive. Jó. Azta. Hát ez hatalmas. Ez nagyon jó volt. Még ilyet. Jó. Tehát azt mondtátok, hogy akkor változik a statja, hogyha belépünk a karakterválasztóba. Ó, látom. Ez vicces. Minusz 101-es a movement speed, tehát az gyakorlatilag az inverse movement speed. Na, ez jónak tűnik. 30-as HP, recovery, armor, tehát hogy nincsen movement speed csökkentés, viszont a sebzésünk a béka segge alatt van, tehát ez nem jó. Viszont a mágnes 204%, a curse 75% és a greed pedig 80%. XP-t alig tudunk szerezni. Aha, nem jó, nem jó. Na, ez milyen? 70%-os movement speed, aha, minusz 111-es cooldown, jó, a duration 115, hát nem. Nem. Ez nem. Ez nem. Az előző nagyon jó volt. Na ez esetleg. A cooldown-ba ez nagyon jó. Aha. Aha. Hát... Az areába ez nagyon brutális. A mágnesbe is. Az XP-be is, és hát végül is ez talán egy, ez jó egyébként. Ez amúgy nagyon jónak néz ki. Ez nem lassú, nagy area, van sebzés, a speedbe lassú lesz, durationbe se lesz a legjobb, de cooldownban nagyon jó, lagba is, XP-be is, mindenben is. Ez szerintem jó. Jaj, 6 olyan. Nézzük meg, srácok, mit szóltak. Kérünk egy másik muzsikát. Na, hát ez nem lett a... Ez nem lett a spirál. A szentelt víz az arra, ami miatt iszonyatosan nagyot fog menni. Ez gyakorlatilag a szentelt víz mindent elvisz. Tessék, hozzuk a pentát, hát ha tönkre tesszük a ránt, mit szóltam. A cooldown miatt iszonyatosan gyorsan fog kapcsolni a penta. A mozgás teljesen rendben van. Itt nincs olyan durva a csökkentés. Jó, elmegyünk balra, mert ott akarjuk felvenni majd a könyvet. Miért nem engedi húzni a pentát? Ez szemétség. Izushina. Jó, kisebb cooldown. A 3 perces bossig nagyon fel kéne húzni a pentát.
most látjátok, hogy mekkora az area úgy, hogy a szentelt víznek ez mennyire durván kedvez. A cél egyébként micsoda? Hát cél most jelenleg az, hogy mutassak nektek egy nagyon-nagyon durván broken run-t. Igazából ennyi, mert hogy már minden megvan a játékban, várjuk az új contentet, beszéltünk az új patchről. Úgyhogy ja. Előttem gyorsan jobbra, hogy ez az XP mennyiség ne vesszen el. Song of Mana? Jézusom, amúgy az is brutál lenne. Mert a Candelabrador. Hozzalálkot ugye a Penta sem, nem semmisít meg semmit majd. Ja, lehet az kell, hogyha nem lesz kegyes velünk a játék a Penta szinteket illetően. Mert így kb. Most mindegy, hogy mit hozunk, a Penta elviszi a dolgokat. Igen, igen, ez egy nagyon-nagyon fárán. Ezt a karaktert save file szerkesztéssel lehet megszerezni. Jó, hát legalább ez megvan. Nem akarja adni, srácok. VTF! Nem akarja adni a Pentát. What the fuck? Hát majdnem 4 év. Köszönöm szépen a támogatásodat. Srácok, peregjenek a szövegek. What the fucknak. Haló? Na végre. ...52%-os a lákunk, úgyhogy nem lesz gond az XP átüntetéssel. Aki akar szvegelni, de nem feliratkozó, az fel tud iratkozni, vagy használhatja a követő és YOLO megfelelőjét. Köszi szépen mindenkinek, srácok, vadafaknak a pergetést. Korona? Inkább a koronát, hogy itt maradjon. Aszta! Ez nagyon jól néz ki így a tűz, nem? Nem tudom, a hanyas pentánk van és hány százalék esélye van a lootot eltüntetni, de én még húzni akarok a pentán. Hát gyakorlatilag most a teljes területen ott van a szentelt víz, mármint hogy a sántának a víze. Hát ez nem lett jó loot, nem baj. Fejlesztésnek fejlesztés. A traktor? Inkább legyen ez, és akkor meg lesz a... Valahogy kaptunk lákot, srácok, 62% lák, vagy eddig is annyi volt, nem tudom. Legyen ez, így nem lesz eltüntetés, tehát hogy
Ja. Igen, 62%-on volt a lehet amúgy. Hát az empty tomot azt fel fogjuk venni, de nem innen, hanem majd a pályáról. Földről felfel lóherem mennyit szem... Ah, nem vágom. A lóhere az, az így hogy működik a játékban? Mert lehet, hogy azt felvettük és az adott lakot. 42 volt, de szedtél fel a polc mellől. Á, akkor az volt az. Köszi. Aha, tehát akkor felvetlák a földről adott százalékot. A körzünkön növelni kéne viszont, mert nagyon kevés az enemy. Azt hiszem, vagy nem tudom. Akkor Song of Manát vegyük ki. Mondjuk a madarakat meg kéne nézni. Össze kéne rakni azt a broken build-et. Most olyan kevésnek érzem az enemit. De lehet csak képzelődök. De lehet amúgy, hogy a kis körz miatt, mármint hogy a negatív körz miatt van ez az érzet. A könyv az cooldown csökkenést ad. Hát még durvábban fogja önteni magából a karaktera. A fegyverek használatát. Nem tudom, hogy el tudja tüntetni a tárgyakat a pentagram, de most már nem fog eltüntetni semmit, úgyhogy emiatt én most nem izgatok. A fegyverek azok ilyen durvák lesznek, Sina, mert hogy amikor belépünk a karakterválasztóba, akkor teljesen random statokat ad a karakternek, és hát ja, ez most ilyen beteg. De legalább tudunk mozogni, az előzőben nem tudtunk mozogni, mert minusz 96-os volt a movement speedünk. Ah, te megnézted, hogy a tárgyakat is el tudják tüntetni? Zsír, köszi. Tehát akkor ezek szerint lovacska tesztje alapján nem tud eltüntetni. Oké, 62%-os lag. Mi hamarabb fel kell húz? Oh, madár. Lóhára. Ja, akkor két lóherét is vettünk fel. Jól nyomja a madár. Nincs megállás a madárnál, azt látjátok? Ennyit jelent a plusz cooldown. Kikérjük a szentelt vizet. Na, most már jön az XP. A 9... De még mindig eltünteti amúgy a penta az XP-t, ez fura. Na mindegy, az Evolve-ot semmiféleképp nem fogja eltüntetni. Jézus! Az XP-re nagyon rá akarok menni.
Akkor jól vettem észre, hogy a Penta eltünteti még mindig az XP-t. Hiába van meg a kellő lákunk. Látjátok? Nem számítana? Itt lehet máshogy működik. Mondjátok, hogy nem csak én fogok fel egyre kevesebbet ebből. Hát kérdezzetek nyugodtan, srácok, azt megpróbálom megválaszolni nektek. Ott a láda, attól gyorsan elmegyünk, nehogy eltüntesse. Ez egy nagyon broken run. Melyik karakter? A Missing Enno. Ez ilyen vicces. Na. Most meg lesz a Penta Evolve. Hát, akkor a kasza. Mindegy. Nekünk a Penta Evolve-ra kell rámenni. Meg a lézer show-ra. Ó, nagyon jó. Már csak a másik madár kell. Ó, hoztak Arcanát. Na. A Projectile Speed-del gond van. Arra kéne a Bracer, gondolom én. A Bracer az a Viper Evolve-val, vagy az hogy van? Disc of Gold. Hát nem is tudom. Aha, kés. Akkor amúgy a kés jöhet. Jöhet. Jó? Jöhet. Na, az XP-t most már nem kell felvenni. Azt a rohadt. Folyamatosan rajtunk lesz a cooldown miatt a pentagram. Látjátok? Na nézzük. Lejárt. És már kezd is. Tehát gyakorlatilag végtelen XP szívkodás. Ez komoly. Ott a jobb alsó sarokban a menő kis golyóbisok egy kisé eltörtek. Azt nézem. Hát még hogyha meg lesz majd a könyv, akkor milyen durva lesz a dolog. Bár nem tudom, lehet, hogy nem fér be. Mert kellene még a tiramisú is például, bár azt el kell játszanunk. Itt van. Hát itt nagyon durva XL háború van. Hát, húzzuk először a fegyvereket. A könyvet pluszba hozzáadja, de azt később kell felvennünk. Mikor már megvan a... Mondjuk nem is fogunk tudni meghalni. Ajaj, hát ezt nem gondoltuk át. Nem baj, nem baj. Mert ettől még jó lesz ez a build. Csak nem lesz olyan broken. Bár így is broken. Ó, bírni fogja a gép, Royalty.
sehogy nem tudnám megöletni a karaktert szerintem, de majd megpróbáljuk. Nagyon jól jön az XP. Ott a bracer, ami kellhet. Madárka. Jó lenne az ivolvas biblia, csak addig nem érnek el a zenemik. Mondjuk az a gond, hogy a spirál se a leghasznosabb jelenleg. Kéne. Igen, kéne nekünk nagyon most a... az ivolv, és akkor meg lehetne a másik madár. Fegyver ivolv, és akkor jöhet a másik madár. Mozgunk jobbra, kicsit balra. Hát, ha úgy többen nem is spónol. Ez, hogy folyamatosan van pentánk, ez brutális. Én ha tudnék, beszereznék curse-t. Azt most még így nem látom, hogy hogy férnám. De jaj, jó lenne. Szerintem kés és villámgyűrű lesz az utolsó. Erre gondoltam. Nice. Na most kéne megöletni magunkat. Ha tudjuk. Valahogy. Hát szerintem ez nem fog menni, majd bosszal. Ez majd valami bosszal fog csak menni. A school miatt sokkal többen jönne. Ja, de nem látványosan. 44%-ra talán az alapot tudnám felhozni. Ennél rosszabb volt az előző kör, és ott is sokan jöttek. De akkor bracer, a bracert kéne felvennünk. Ha meglátjuk. Hogy állnak a madarak? Még egy és ivolv. Ott van. És nem madár ivolv le. Ó, akkor viszont elkalkuláltam magam. Hát... akkor legyen kés. Legyen kés. Most beniselünk egy hagymát. Na ez szerintem egy jó döntés volt. Nem, srácok? Igen, szerencsére csak picit vettem. Oké, most föl lehetne venni a könyvet egyébként. Megvan.
cooldown-t felvesszük, hogy még többet lőjünk. Mennyit sebezhet a kés vajon? Vajon? Tehát a Penta folyamatosan sebzi a 600-ait. Az látható egyébként. A kések 100-at sebeznek. Nem rossz. Na ez mondjuk most jó. Nem spónol elég enemy, akit így megölhetnék. Nem spónol elég enemy, hogy sokáig fenntartsuk ezt az állapotot. Ez a full random statos karakter? Igen, igen, Kopi Zoli. Jó, megvan a kés, mert az Evolve. Megvan a kés Evolve most már. Ebben már csak a szintek lesznek. Látok-e valamit? Hát annyira nem. Pedig még csak 17. percnél járunk. Most megyünk jobbra, felvesszük a gridet. Itt van ilyen nagyok a fegyverek? A 300-400%-os area miatt. Azt hiszem amiatt. Amúgy a Penta azt csinálja, hogy megidézi az XP-t, lejár és már jön is újra. Nem tudom, mennyire hallatszódik. Valószínűleg semennyire. De szakavatott fülek hallhatják, hogy éppen az történik, hogy a Penta elzenélget itt magába, summonolja az XP-t, öli az enemit, és amikor lejár, egy pár másodperc múlva már jön is újra. A kaszák most itt ebben a buildben nagyon haszontalannak tűnnek. Nagyon messze elhagytam egy ládát, hát akkor az ott marad. Nem a 21 perces, nem abba volt az árkana, úgyhogy nem izgulunk. Meg lehet a 200-as szint? Hát szerintem nem. Ilyen buildet még nem láttál? Én sem. Én sem. Kíváncsi vagyok, a 25 perces bossra milyen gyorsan fog halni. Oké, megyünk tovább. Hát nagyon sok pengénk van. És most már a coin jön. Szerintem nem is fogod látni? Azt mondjátok? Lehet amúgy. Lehet, Dani. Hát ez egy nagyon durva. Ez eddig a legdurvább buildünk. De hát ezt kb. Csak ezzel a karakterrel lehet összehozni. Na, elértünk a játék 20. percéhez. Ez. A fagyasztos item is ilyen gyorsan pörögne? A cooldown miatt nagyon sok mindenki meg lenne fagyva, az biztos. Mr. Hawk. Hát a 20 perces boss az nem érdekel, a 25-ös inkább royalty. Mert az az, ami így nagyon erős. Na most egy helybe fogunk állni.
Szia, Iceman! A statokra a végén kíváncsi leszel? Hát tessék, ezek a statok a végén is ugyanazok lesznek. Szia, Baróti, ez a Missing Enno. Szivárványt a madár csinálja. Ja, a sebzés számokra kíváncsi leszel. Á, értem. Elfájol el is nagyot már? Lehet egyébként. Mitől ekkorák a kések és a kaszák? A 300-400%-os area miatt. Innentől már csak a coint vesszük fel. Nem megyünk sehova. Jó, ez nem igaz, ott van egy láda, azt még felvesszük. Jó, és... Arra nem érdekel minket. A 20... hát mondjuk... Ha ezt felvesszük, akkor jó lenne a 25 perces boss-tól meghalni, de szerintem nem igazán fogunk meghalni. Mert a Disco of Gold. Most viszont kéne a coin, ha látunk a földön. Szedegetem a coint. Hoppá, siker! Jön a coin, jön a coin. Aranyláz. Nincs megállás. Nem, hogy coint alig látni a karakter. Ja, hát a karakter szerintem az első perccel nem lehetett látni. Ez az. Még több pénz. Próbálunk jobbra-balra menni tényleg a coin miatt. Itt van sok gyertyatartó, azért mozgok erre. Igen, igen, Inkvi, van karakter. Jó, 23. perc, még 2 perc a 25 perces bosszig. De nem látom a coint a földön. Nagyon jól néz ki amúgy a pattogós kés. Nagyon menő. Amúgy olyan mágnesünk van, nem tudom mennyire látszódik, hogy 419-es, tehát bárhonnan beszippantjuk az XP-t, ahol megjelenik. Bárhol van XP, az beszippantjuk. Vagy bárhol van valami pick-up a 419-es mágnessel, tehát látjátok, csak úgy repül ránk az XP. Miért olyan retek nagyok a fegyverek amúgy? Emiatt a build miatt, Veldor. Amit most összeraktunk, alapból nem ilyenek. Kíváncsi, hogy halálelem mi lesz? Meghalunk. A halált nem fogjuk tudni legyőzni. Ja, én fogok meghalni, nem a halál, sajnos.
130-as szinten vagyunk, 130-szor 600 ezer az nagyon sok HP. Bármennyire beteg a buildem, nem fogom tudni levédeni, mert se shieldem nincs, se fagyasztom. De amúgy meg lehet csinálni ezzel a karakterrel. Na, mindjárt jön a boss, megállunk. Hát 78 millió? Hát az nagyon sok. Na jön. Valahol van, ott van jobbra. Azért elég jól bírja a srácok. 7 másodperc. Ez 7 másodperc, mint egy normális build-el. Tehát, hogy így... Nem volt olyan brutális. Ez a 7 másodperc, ez nem számít iszonyatosan gyorsnak. 1-2 másodpercre azt mondtam volna, hogy ja, ez már valami. Spenót még jó jött volna? Igazából nem számít szerintem. A kaszáns gyorsabb, mint a játékos? Sokkal gyorsabb. A kasza és a kés nagyon sokat pattog most ebben a buildben. A penta egyébként ide kellett szerintem. A halálszint alapján sebez? Azt nem tudom, hogy a sebzés mi alapján van, de nagyon nagyokat ránk csap. Nem tudom, hogy lehet-e akkor a movement speed-et rerollolni, hogy lefutod-e a halált. Hát nézem, azt mondja, hogy ezzel a karakterrel plusz 80-asat lehet összehozni, szóval szerintem nem lehet. Vajon lehet olyan random speed-et, hogy gyors? Nem hiszem. A plusz 80 szerintem kevés. Tehát a halálnak a szem plusz 100-as van. Ennek meg csak plusz 80-asat lehet összehozni. Mármint a halál karakternek van. A Red Deathnek van plusz 100-as. Hát ja, a fagyasztóval le lehet... meg lehet szivatni, tehát hogy ja. Az opció. Főleg ezzel a build-el egyébként szét lehetne fagyasztani a halálokat egyébként. A cooldownunk az minusz 161-es, tehát hogy folyamatosan le lenne fagyasztva a halál. Hát halljátok, a penta is folyamatosan működik. Következő körben megölhetnénk a halált? Á, már megöltük. Az helyzet. Nyilván lehetne nyomni tryt, hogy most ezzel a karakterrel hogy lehet megszerezni, de hát szerintem sejtitek, hogy csak jókat kell rollolni, és akkor sima. Tehát, hogy kiszeded a fagyasztást, és akkor kész. Már meg is van. Level 1-en egy helybe állsz, akkor is meg lesz a halál. Simán. Na ez most nekem tetszik. Ez most tetszik. Ezt meddig tudjuk tartani? Így olyan, mintha valami slot stream lenne, nem srácok? Ez tetszik. Ez nagyon tetszik. Nem merek megmozdulni, nehogy véget érjen ez a jóság. Úristen, 400, mert mint hogy 4000 dollárnál járunk. Ne hagyd abba.
Ez már a jackpot! Ajaj! Ajaj! Vége! Vége! 28 percig tartott a Joker. Shit! Én még láttam egy ládát. Ja, 18 000 gold ennünk. Hopp. De ez már nem lesz jó, az a gond, hogy itt már nem halnak olyan gyorsan az enemik. Frici, ez egy nagyon brutál build. Hát ez ennyi. Próbálok jobbra-balra menni, hogy hát ha beszippantjuk az XP-t. Kétszáz a szín meg lehet? Hát meg lehet amúgy. Tényleg. Jogos. Kétszázegy fogácsa. Ajaj, kapcsolt be, már minek? Egyszerűen nem tudjuk őket ledarálni. Még fél perc van ebből a rámból. Oké, szerintem még egy pentát össze fogunk tudni hozni. Igen, összejön még egy penta, de az már csak gyűjtögetni fog. Ez eddig a legfanabb rán. Igen, nekem is. Itt már érződik az FPS drop. 222-es szint. 223. Hopp, begyorsult. A knockback miatt nem tudott olyan gyorsan jönni a halál. Mész innen? Rip. Hát ez sajnos inasba rak minket, ez elől már nincs menekvés. Aranyláz! Kapcsolt az aranyláz a halálra. Beakasztottuk. Beakasztottunk egyet a halálnak, srácok. Mindjárt jön a kövi halál. Ezt nem fogjuk tudni megölni. Még annyit lehet csinálni, hogy ide állunk. Jó. Tessék. 133 millió HP-ja van a halálnak? Ez komoly. Az egyik halál fönton, a másik pedig balra éppen.
Az billió? Ja. Én azt hittem, az milliónak mondják, 133. Na jött még egy halál, ez is beakad. Fent ennek nem lesz durva a vége, sebzése a végén, mert csak 666-ot sebez, tehát hogy... Most látjátok, hogy itt mennyi szám repked. Ezt nem tudja überelni a 666. Nehogy elhidd, az 133 millió. Akkor jó, Kovacskát akart verni. Még fél percig biztos el fog menni a rán, ameddig nem jön a következő halál, de egy idő után már túl sokan lesznek, és nem fogjuk tudni őket ledamolni. Tessék, erről beszéltem. Na, még egy kis pénz. Elment a tiramisu. Vége. Na, hát láthatjátok a sebzéseket. Tessék. 33 perc, 27 ezer coin. 67 ezer enemy és 223-as szint. 15 mill átnyomott a lézer, a fegyverek fejlesztése. És 11 millió óta kés, ami brutális. A spirál meg gagyi volt, látjátok. Mert azért volt gagyi, mert nem volt elég projectile speedünk. Szentelt víz. Szegény szentelt víz. Azt hittem jó lesz amúgy az area miatt. Azt hittem jó lesz amúgy a nagy area miatt. Na szóval ilyen. Bejövök ide, bal oldalt látjátok a statokat. Itt fölöttem. És ha most megnyitom még egyszer, akkor megint változik. Jó lenne egy olyat összehozni, hogy mínuszos legyen a HP-ja, bár annyi valószínűleg pont nem lesz, mert ahhoz mennyi lehet a mínusz HP? Mínusz 3. És a mínuszot az csak úgy lehet összehozni, hogyha power up-okat rezeteljük. Úgyhogy megy a refund. És itt most kikérjük a curse-t is. Rosszul osztottam el. És most nem maradt mindenre pénzünk. Melyik a legdrágább? Revive. És akkor az amount. Ja, most már lesz mindenre pénzünk. Melyikek a drágák? Na, most megvan minden, kivéve a recovery. Szóval most tudunk rollolni egy olyan halált, egy olyan missing note. Mondjuk alap HP-t növeltem mi. Ó, Istenem. Nyugalom. Én szúrtam el. Tehát az a recovery volt, amit változtattam. Semmi gond. A recovery még mindig jöhet. Az nem számít. A max health-et nem kellett volna kirakni. Jó, ez meg így jó lesz, most mindegy, elszúrtuk egy kicsit a rollokat. Minusz 1-es lett a HP-ja. Movement speed, minusz 153. Na ez gond, mert nem fogom nektek megmutatni azt, hogy mennyire halhatatlan a karakter.
pedig beadtam. Na. Na, ez talán jó lesz. Minusz 1 a HP, a 46-os a movement speed. Szerintem látszódik egyébként. Skipperünk. Látjátok, mindenki jön ránk. Skip. Nem halunk meg. Sose halunk meg. Hallatatlan a karakter. Ez amúgy tetszik. Körz 122%. Ez jó. Ez vicces. Ez is amúgy egy vicces rend. 62, igen, a speed az durva. Mi az, ami itt nagyon durva? A curse. De amúgy ezen a ránon annyi a durva, hogy haladatlanok vagyunk, mert gyorsan jön az enemy. A lák is durva? Ja, tényleg. Ez is vicces, mert nem fogunk tudni meghalni. Ez azért vicces. Viszont hatalmas kill rekordokat lehet összehozni. Emellé még tudod húzni a sima körzt is? Persze. Felvegyük a fagyasztást? Felvehetjük. Megnézhetjük, hogy milyen. Mi ez a halhatatlanságot? Bal oldalt a mínusz egyes max HP. Meg kéne keresni a fagyasztót, hogy működik. Meg el kéne menni a könyvért. Ott a könyv. Hozzuk a könyvet és megnézzük, hogy milyen a fagyasztóban. Ha megtaláljuk, persze. Jó hosszú a tűz most. Egy csirkán ronthatja a ránt. Csirkán. Ja, nem hiszem. Nem hiszem. A híre gondoltál, nem hiszem. Na, ott a piros. Nem látom. A pentaben is miért? Penta nem fogja elvinni az XP-nket. A most. Jó, 93%, tehát elvihet. Jopá, nem kést akartam. A francba. Véletlen space nyomtam. Fagyasztót akarunk kivenni. Bár most már lehet nem fogja beadni. Fagyasztónak egyébként nincs használva a buildben. Halál meg tud-e ölni? Nem. Igazából a fagyasztót csak azért veszük fel. Miért is akarjuk felvenni? Nem tudom. Ezt nem is akarom végigjátszani, srácok. Nincs kedvem még egyszer ehhez a
karakterhez. Mókásnak mókás, de idő után már nem élvezetes. Nem látom a fagyasztót. Még mindig nem látom, még mindig nem. Még mindig nem. Egy piros gem hátha. Fagyasztó kéne. Bár ez a nagyobb cooldánnal izgi egyébként. Nagyobb cooldánnal megpróbálom még szedni fagyasztót, mit szóltok? Azt mondja, mennyire nagy legyen. 180-as cooldánt már láttunk. Vagy nem is tudom mekkora volt, de ennél nagyobb volt, 96. Mik lehetnek a cooldánok? Azt mondja, hogy... Minusz 120. Aha. 100 fölötti értéket kéne kapni. Tessék! És akkor ezzel a fagyasztót akarjuk kiszedni. Jűha. Ennek a movement speedje minusz 137, tehát 37 gyorsak vagyunk, csak a másik irányba kell irányítani a karaktert. Jó, ez szívás, ez nagyon nagy szívás. Hát nem látom sehol. Hát, hogy ellenkező irányba kell nyomni a gombokat. Ilyet még több cooldown. Tehát most például fölfele és jobbra nyomom. Ott volt a vinkó, gyorsabb legyen? Jó. Fölvesszük. De az meg pont, hogy lassabb leszek egyébként. Tehát, hogy az pont nem kell nekünk a vink. Na, ott a fagyasztó. Na, nézzük, hogy szuperál. Hát azt hittem, hogy OP-b lesz. Az area miatt nem OP? Hát, tehát hogyha most veszek fel movement speedet és közeledünk a minusz 100-hoz, akkor lassabb leszek. De ha távolodunk a minusz 100-tól, akkor gyorsabb leszek. De most megfordítódott a izém. Azt hittem durvább lesz a fagyasztás. Mert azért fagyaszt. Tepertős pogi. Amúgy relatíve gyorsan kapcsol a fagyasztó, csak nem látszódik az animációja, mert annyi projektál jön ki belőlem. De van fagyasztás. 1-2. Nyomja. Jól van. Nyomja amúgy a fagyasztó. Ja, ja. Amiatt fordított a mozgás, hogy ha mínusz 100 fölé megy, pontosabban alá megy, tehát mínusz 101 lesz a movement speed, akkor megfordul az irányítás. Na mindegy. Ennyit erről. Ezt most így nincs kedvem végignyomni, ne arra. Ugye a kettő ilyen teljesen mókás, viszont egyáltalán kihívást nem jelentő rán után. Én azt mondom, hogy ennyi elég is volt. Tehát, hogy itt ez a karakter, megmutattam nektek, hogy hogy lehet megszerezni, hogy teljesen randomok a statjai. Mint mechanika,
Jó lenne egyébként, hogyha bejönne a játékba, az, hogy a random statokat lehetne összehozni valahogy, valamivel. De mint karakter, a missing and no, hogyha azt mondja a fejlesztő, hogy ezt csak így lehet megszerezni, és a jövőben csak így lehet majd megszerezni, akkor nyilván kiszedem így, akkor megtartom így. Viszont én mondtam nektek a stream elején, hogy én vissza fogok állni az előző mentésemre, pontosabban az e-stream előttire, mert nem akarom megtartani. Tehát, hogyha erre kitalál valamit majd a fejlesztő, majd a későbbiekben, mit tudom én, hogy tehát, hogy meg kell ölni, tehát, hogy el kell pusztítani 40 gyertyatartót, miközben rajta van a Biblia, miközben elértük a, mit tudom én, 50-es, mínusz 50-es cooldownt, és van éppen 3 revive-unk, akkor, ahogyha ilyen feltételekhez köti, akkor én inkább úgy szerezném meg, mert ez, hogy safe fight irogatunk át, ha ez a hivatalos megszerzési módja, ezt mondja a fejlesztő is, akkor megtartjuk. Igen, és közben 10 halál kerget. De az is lehet egyébként, hogy a fejlesztő úgy gondolta, hogy kell egy olyan karakter, amit így lehet megszerezni. Hogyha ez az álláspont, akkor én szívesen megcsinálom így, csak ez kicsit olyan, hogy valaki felfedezte, hogy így be lehet hackelni a karaktert, és lehet, hogy ennek később több szerepe lesz. Mondjuk az eredete miatt lehet pont a fáj módosítás, a legit, és ez amúgy is glitch-re utal. Igen, csak nekem még nem, tehát hogy én nem érzem még ezt olyan biztosnak, ezt a dolgot, hogy ennek tényleg ez a módja, hanem ez inkább kicsit olyan felfedeztük a dolgot. Jó kérdés. Reméljük, hogy ez majd tisztázódik, vagy általatok, mert találtatok valami tuti leírást, hogy amúgy ez, ennek így kéne egyébként lennie, vagy majd a fejlesztő által valami közlést. Az viszont tudott, hogy jövő héten, hétfőn játszunk a Vampire Survivors-el, hogyha megjön a patch, vagy legalábbis jövő héten játszunk majd valamikor a Vampire Survivors-el, hogyha megjön a patch. Utolsó infók alapján, azaz nagyjából 12 órás infók alapján 23-án jön, és akkor nyomjuk is. Amiből lehet, hogy majd kedd lesz 24-e. De megnézzük az új patch tartalmát, kimaxoljuk a játékot, és várjuk továbbra is a következő content update-et. Remélem, hogy tetszett nektek ez a kis informatív stream, így a patchet, illetve a karakter megszerzést illetően.